A helyi közösség erősítése volt a legfőbb célja az idei rendhagyó adventi tér program sorozatnak is, amely színvonalas eseményekkel várta a kiskörösi családokat új helyszínen, az ünnepi díszbe öltözött evangélikus templomkertben december 17-e és 19-e között. A háromnapos programot Domonyi László polgármester nyitotta meg. Nagyon szépen köszönöm az evangélikus egyház vezetőségének és a Kevi vezetőségének, hogy komoly partnerséget kaptunk tőlük abban, hogy itt a templomban rendezhetjük meg a kis műsorokat. A templomnak megvan a maga nagysága, megvan a maga tere ahhoz, hogy talán maszkba betartva a szabályokat megtarthatjuk az ünnepségeinket, a kis műsorunkat. Az igazi adventi tér pedig már kint van, szabadban. A polgármester megnyitója után kihirdették a virágzó kiskörös fotópályázat eredményeit. Kiskörösváros önkormányzata és a Körös Szolg Nonprofit Kft. Hagyományteremtő pályázatára két kategóriában 20 pályamű érkezett. Az eredményhirdetést a Kevi intézményeinek műsorai követték. Elsőként a Kevi Petőfi Sándor általános iskola harmadika osztályából álló kicsinyek kórusa adott műsort Petrányi Ilona vezényletével. A harangvirág óvoda halacska csoportjának betlehemes játéka után pedig a Petőfi Sándor gimnázium fúvós zenekara zárta az adventi tér megnyitójának műsorát. A megnyitó után a résztvevőket a fényfüzérekkel megvilágított, meghitt hangulatot árasztó templomkertben a város egyesületei látták vendégül, többek között forralt borral, teával, zsíros kenyérrel. A karácsonyi hangulatról pedig a Soundwich zenekar gondoskodott. Az adventi tér második napján szombaton a templomban az evangélikus fúvószenekar adventi koncertjét hallgathatták meg a résztvevők, majd Szokodi Anikó zongora művész adott koncertet. A hangversenyek sorát Boldocki Róbert és barátai zárták. December 19-én az adventi tér harmadik napján is benépesült a templomkert. A résztvevők megcsodálhatták a templom falán a fényfestést, és fellátogathattak az evangélikus templom tornyába is. Volt továbbá állatsimogató és fotósarok is, de a János Vitéz látogatóközpont labirintusába is ellátogathattak az érdeklődők. Az adventi tér harmadik napján a templomkertben Kertai Éva karácsonyi műsora színesítette a programot. Az Úr vér, színről színre látom, majd. Domonyi László polgármester mindhárom napon kilátogatott a térre. Egy nagyon jó ötletet valósítottunk meg, és akik kint vannak a téren, ők is mondják, hogy jól érzik magukat, és remélik, hogy az elkövetkezendő időszakban is ide szervezzük majd az adventi találkozóinkat, mert belsőségesebb a templom jelenlétével, és ezt nagyon örülök, hogy sokan így gondolják. A 2020-as év zárt és csendes ünnepe után 2021-ben egy igazi közösségi, családi élményt nyújtott a kiskörösi adventi tér.